A szezon utolsó edzéseinek egyikén igazítja el a fiatalokat a Vegysik Tolna termében Ferenci Tamás, az utánpótlás neveléssel foglalkozó nyíregyházi kosárlabda klub a nehézségek ellenére is sikeres idényt tudhat maga mögött. A megemelkedett energiaköltségek miatt át kellett alakítani a költségvetést, és meg kellett oldani azt, hogy valamennyi edzést meg tudják tartani a csapatok. Ez sikerült, és az eredményekre sem lehet panasz. Összesen 22 utánpótlás csapatunk volt, ez egy nagyon nagy számnak tűnik, de ebből 16 kosárpalánta, tehát általános iskola 1-től 4 osztályig tanuló gyerekek. A többi 6 csapat volt az úgynevezett versenyző csapat, ebből 3 volt az akadémiai korosztály a 14 és 16 éves korosztályokban. Örömmel jelentem, hogy a 14-16 éves csapatunk, tehát a kadett és a serdő az országos főtáblára jutott, ami az egyesületünk életében egy kiemelkedő eredmény volt. Az U14-es és az U16-os csapat edzője Ferenci Tamás, aki az év edzője díjat vehette át a Vármegyei Szövetség rendezvényén. A 14 évesek a 30., a 16 évesek pedig a 27. helyen zártak az országos főtáblán. Mindkét korosztályban több mint 130 csapat indult a bajnokságban. Akadémiák, kiemelt akadémiák A és B csapataival játszottunk, illetve olyan NB1-es csapatoknak közvetlen utánpótlásával, akik meghatározói a magyar NB1-es bajnokságnak. Hát mi is próbálunk ugyanúgy heti 5 alkalommal edzés lehetőséget biztosítani a gyerekeknek. Nagy hangsúlyt fektettünk az U16-osoknál a hétvégén az egyéni képzésekre. Edzőtáborba szoktunk menni minden egyes szezonnak az elején. Mondhatom azt, hogy kicsiben a saját magunk lehetőségeihez mérten próbálunk profi szintet biztosítani, illetve profi körülményeket biztosítani a srácoknak. Nálunk ami gond és probléma az, hogy nagyon kevés játékos tudja megoldani, hogy mind az 5 edzésen itt legyen. Általában 3-4 edzésre tudnak a gyerekek jönni. Ha ebben előre léptünk volna, és azt mondom, hogy nagyobb a szorgalom, illetve kevesebb a hiányzás, akkor úgy gondolom 3-4 helyezéssel előrébb végeztünk volna a rangsorban. A tanévzárót követően egy sátoraljai újhelyi bentlakásos és egy nyíregyházi napközis edzőtábor vált a fiatal kosarasokra. A felkészülés augusztus elején kezdődik az U14-es és az U16-os csapat számára. Utóbbi már abban a hónapban játszik meccseket. Sallai tanár úr emlékére 3. ízben rendezzük meg a tornát augusztus 24-25-26-án, ez csütörtök, péntek, szombat. Itt a Vessükbe és vajátőn a bench termébe kint a Tiszavasvári úton. A hagyományoknak megfelelően 6 magyar csapat és 2 külföldi, és a nagy valószínűséggel a 6 csapatból, 6 magyarból 2 nemzeti akadémia, és az összes többi pedig magyar élklubok csapata és a 2 nyíregyházi csapat is. Mivel az NKK 5-ösnél az U16-os a kifutó korosztály, a kiöregedő játékosok a nyíregyházi sportcentrum színeiben folytathatják pályafutásukat. Emellett a Honvéd és a Debrecen Akadémiája is érdeklődik több nyíregyházi kosaras iránt.